Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Modern Színház Tolnai Szalonjában. Hát most mondhatjuk, hogy hagyományosan tulajdonképpen, hiszen egy olyan kampányról van szó, amit ugye önök is látnak itt a kivetítőn. Ne késlek, egy minden perc számít, hát mi is itt vagyunk pontosan, ahogy ígértük önöknek. És hát most már valóban 5 éve zajlik ez a bizonyos kampány, a stroke-ra való figyelemfelkeltés jegyében, és itt a Madár Színház is természetesen, vagyis hát nagy örömmel mondhatom, hogy 5 éve már teret ad itt a budapesti helyszínként ennek az egész fontos sajtótájékoztatónak, ami egyébként egy országos ügy, és hát természetesen mindegyünknek ügye. Ilyenkor, aki egy kicsit is az átlagnál jobban figyel az egészségére, és hát itt tudnék mutatni mondjuk esetleg magamra, mindig megnyugszik, mert ugye itt legalább vannak szűrővizsgálatok rögtön az előcsarnokban, tehát egy-két dologban biztosak lehetünk, hogy esetleg a nyakjereim, ma már másodszor fogom ebben az évben megnézetni, hogy az milyen állapotban van. De Fagya Zsuzsa, aki egyébként a szervező ennek az a rendezvénynek, tudja, hogy kell megnyugtatni például engem is, mert mondta az elején, hogy neki a férje kardiológus, és azt mondta, hogy tulajdonképpen itt nem csak az idősekről van szó, már tele van az intenzív osztály 40-esekkel. Úgyhogy végül is ilyen szempontból most osztan igazán be is rekedtem erre a hírre rögtön. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy felkiáltójelet rajzoljunk ugye ebben az ügyben, hiszen önök is nyilván találkoztak például az a televíziós spottal, ami engem például egészen megdöbbentett annak idején, hiszen nem gondoltam, hogy a stroke egyrészt a tüneteivel ilyen hirtelen léphet fel, és ráadásul, hogy 3 óra van arra tulajdonképpen, hogy még hatékonyan beavatkozzunk, és orvoshoz forduljunk, mert utána már esetleg maradandó károsodásokat szenvedhetünk. Szóval nem lehet eleget beszélni a stroke-ról, és azért vagyunk itt ma, hogy beszéljünk, hogy figyelmet hívjuk föl, és az önök segítségét is kérjük, hogy ez minél több emberhez eljuthasson. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a körülbelül megjelent vendégeinket, akiket be is mutatok természetesen önöknek. Professzor dr. Berecki Dániel, a Magyar Stroke Társaság elnöke. Kisné dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkárság főosztályvezetője. Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Kis Norbert, sportért, ifjúságért felelős államtitkár helyettes. Dr. Szűcs Erzsébet, Budapest Fővárosi Kormányhivatala egészségfejlesztési főosztályvezetője. Dr. Zalai Gábor, a Böhringer Ingelheim igazgatója. Fagya Zsuzsa, a Diamond Agency képviseletében. Fonyó Barbara, színművésznő. Csengeri Attila, színművész. És házigazdánk, a Madár Színház igazgatója, Szirtes Tamás. Mindenek előtt tisztelettel szeretném kérni professzor urat, hogy professzor dr. Berecki Dánielt, hogy a Stroke Társaság törekvéseiről egy pár szóval azok számára, akik esetleg erről még nem tudnak semmit, és hogy milyen eredményeket értek el ebben az ügyben. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy Madár Színház igazgató és az egész társulat mellénk át most már 5. éve, ez nagyon fontos. A stroke Magyarországon népbetegség, évente körülbelül 50 ezer személy kerül kórházba stroke miatt. Körülbelül 1/3 sajnos egy év múlva már nem él, 1/3 maradandó károsodása van, és 1/3 tud visszatérni a mindennapi tevékenységbe. A stroke prevenciója, a megelőzés nagyon fontos. Az elmúlt 30 évben jelentősen csökkent Magyarországon a stroke esetek száma, viszont még jelenleg is körülbelül 3-szor olyan magas a halálozás, mint Ausztriában. Ez más számokkal kifejezve úgy néz ki, hogy körülbelül 10 percenként kerül Magyarországon stroke miatt kórházba valaki, és körülbelül fél óránként, óránként hal meg egy honfitársunk a betegség miatt. Az akut stroke, tehát az hirtelen fellépő betegség valóban nagyon rövid időn belül kezelendő, 3 órán belül kezelendő, és jó hír, hogy a kampányunk hatására remélhetőleg az elmúlt 5 évben duplájára nőtt a vérőgoldó kezelések száma. Az arány az nagyon jó, viszont az abszolút szám nem, ugyanis még Magyarországon az összes stroke esetnek még így is csak 3%-a kapja meg ezt a kezelést, addig Ausztriában ez az érték 15%, Heidelbergben kb. 20%, tehát van még mit tennünk. A finanszírozás megoldódott a gyógyszer egyedi finanszírozásával, a 37, illetve most már talán 39 stroke centrum megszerveződött. A mentők tudják, hogy hová kell vinni a betegeket. A fő probléma az maradt, hogy a lakosság nem ismeri fel a stroke tüneteit, illetve ha felismeri, nem tudja, hogy azonnal mentőt kell hívni. Hát köszönöm szépen, egész ijesztő számokat hallottunk itt az elején. Láttam, tanár úr megmarkolta ilyetem Fonyó Barbara karját. Tényleg elképesztő, úgyhogy valóban éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt vastagon alá húzzuk. Tiszteletre kérem most Kisné dr. Horváth Ildikót, aki ugye a egészségügyért felelős államtitkárság főosztályvezetője. Az országos ügyről van szó természetesen, bár most itt vagyunk Budapesten, Madár Színházban. Mit tudnak önök tenni azért, hogy ez valóban országos ügyé váljon?
Remélem, hogy többet, mint ami a kötelezettségünk, a szigorúan vett kötelezettségünk az egészségügyi ellátás ez irányú fejlesztésébe. És mi ténylegesen hadd köszönjük meg nagyon határozottan a Madách Színháznak, hogy itt lehetünk megint, hogy elmondhatjuk azt, hogy ez közös ügyünk. Beszélgettünk az elején, hogy a kultúra, az egészség, hogy jelenik meg a társadalom az, ami egy egészségügyi probléma. Annak fontos, hogy megjelenjen, fontos, hogy elvigyék a hírét, hogy a stroke megelőzésében mik azok a rizikófaktorokat, amit életmódváltoztatással meg lehet oldani. Mik azok a megelőzési metodikák, hogy ne szedjen vérhigítót kontrollálatlan egy ember, ami miatt úgy lesz stroke, hogy belehal abba a gyógyszerelésbe, amit azért kapott, hogy gyógyuljon és élni tudjon. Tehát ezek nagyon fontos üzenetek, amiket a szakma tud jól megfogalmazni, de azt én nagyon remélem, hogy részünkről mi ezt megerősítjük, hogy igen, ha Magyarországon ma az emberek, a halottainknak több mint a fele azért hal meg, mert ennek valamilyen kardiovaszkuláris oka van, és ebben a stroke, a szívinfarktus hatalmas nagy területet visz, akkor ezért kell nagyon sokat tennünk, hogy ez változzon. És van egy nagyon fontos, szerintem feladatunk atéren is, hogy az ellátás szerveződésében és az akut ellátásnak nem csak a bemeneti végénél, hogy az OMSZ ténylegesen oda vigye, azonnal vigye, gyorsan megtalálják, meg legyenek a diagnosztikai eszközök az azonnali ellátásnál, hanem az ebből való felépülés. A társadalomnak újra a lehető legértékesebb emberré válásába leküzdjük a gondokat. Úgyhogy én azért is örülök, hogy itt találkozhattam az Afázia Egyesület képviselőjével, hogy arról lehet közösen tovább gondolkodni, hogy hogyan lehet ennek az ellátásnak a különböző pilléreit nagyon jól együttműködővé fejleszteni. Azt gondolom, hogy ez dolgunk, kötelezettségünk, és lehetőségünk. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen. Hát Györfi Palival szívesen beszélgetnék egyébként a szamba vagy a csacsacsa rejtelmeiről, hiszen a tavasszal bemutatott táncőrület. Már most nem kipihented magad azóta. Parikám. Bocsánat, annyira zavarva értem, hogy a kérdésed nem aludta. Nem erre készültél, ugye nem erre választott. Jó, hát elragadtatással néztük egyébként valóban, amit a táncparketten bemutattál, de hát most komolyra fordítva a szót, ugye te úgy is mondhatom, hogy testközelből találkozol itt betegekkel, tehát legalábbis tapasztaljátok azt a mentőknél, ti vagytok azok, akikre számíthatunk ilyenkor, hogy egyáltalán felismerik a betegek a tüneteiket, ahogy szó volt erről, hogy nem nagyon. Tehát mi a helyzet ez ügyben nálatok? Hadd kezdjem azzal, hogy szóvivőként meg kell tanulni az embernek uralkodni az érzésein és az arcát valamilyen kedves és elfogadható pozícióba hozni. Miközben belül lehet, hogy egészen más érzések vannak az ember szívében. Így van ez most velem, mert valami tehetetlenséget vagy dühöt érzek ilyenkor. Hadd magyarázzam meg, én szinte minden nap szerepelek este a híradóban, és majdnem mindig bűncselekményekről vagy balesetekről kérdeznek. Hogyha ezeket a statisztikai adatokat nézzük, és összehasonlítjuk mondjuk a súlyos sérülése járó közlekedési balesetek számával, akkor azt látjuk, hogy évente kb. 4000 ember szenved súlyos sérülés baleset kapcsán, miközben 40 000 ember kap sztrókot, és egy jó részük, ha életben marad, akkor élete végéig ápolásra szorul, és hogy ennek mekkora társadalmi jelentősége van, milyen tragédia ez a család szintjén és az egész országban, erről kevesebb módon van beszélni, és most is milyen jó lenne, hogyha itt lennének ugyanazok a híradó stábok, és tudósítanának erről az eseményről, akik egyébként mondjuk egy egyszerű kerékpáros balesetről ugye esténként nagy vehemenciával tudósítanak. A másik oldalról azért hadd számoljak be arról, hogy nyilván a mentőszolgálat feladata az, hogy ebben az egyébként nagyon jól működő ellátási láncban a szerepét betöltse, és ebben az elkövetkező évben nekünk nagy fejlesztéseink valósulnak meg. Megújul a mentők irányító rendszere, új gépkocsik érkeznek, új mentőállomások nyílnak, mind-mind abban az irányban mutat, hogy még előbb ott legyen a segítség a helyszínen, és ami legalább ennyire fontos, hogy még előbb beérjen a beteg a kórházba, méghozzá abba a kórházba, ahol a legmagasabb szintű szakellátást kaphatja, úgyhogy ebben próbálunk továbbra is a lehető legjobban együttműködni, és azt gondolom, hogy ez valóban jól megy, de hogy még jobban menjen, ez mindannyiunk közös felelőssége. Köszönöm szépen. Palikám, itt a te neved mellett nekem van egy ilyen kifejezés, időablak, hogy ez nagyon fontos. Ez pontos, erről 3 óráról van szó, vagy mi ez az időablak? Igen, én el szoktam ilyenkor mondani azt a történetet, amikor rácsodálkoztunk arra, hogy van egyfajta periodicitás a stroke esetek kapcsán a mentőszolgálat szempontjából, hogy a legtöbb ilyen esetet mi hétfő reggel regisztráljuk. És persze azzal magyaráztuk először, hogy biztos azért, mert az emberek utálnak hétfőn bemenni dolgozni, és akkor ezt ilyen rosszul bírják, hogy még akár sztrókot is kaphatnak. Pedig nem ez a magyarázat, hanem az, hogy ezek a betegek hétvégén kapnak sztrókot, szombaton vagy vasárnap, de nem hívnak segítséget, hanem megvárják a kezelőorvosukat hétfő
reggel rendel a doktor, majd ő beutal a kórházba, vagy megvizsgál, és addigra bőven kicsúsznak ebből az időablakból, úgyhogy ez is egy fontos üzenet, hogy ilyenkor ne késlekedjünk, ne várjunk, talán ez a legfontosabb üzenet, hanem hívjuk a mentőket, hiszen a 104-es telefonszámot nem egyszerű diszpécserek veszik föl, hanem egészségügyi dolgozók, akik arra is képesek, hogy a kapott információkat értékeljék, és hogyha nincs nagy baj, akkor ők majd eldöntik, hogy mi a teendő, de ha nagy baj van, akkor pedig azonnal indítjuk a mentőautót. Köszönöm szépen. Remélhetőleg a mentők tárcsázásaig azért valóban nagyon kevesen jutnak majd el, viszont nagyon sok mindent megtehetünk azért, hogy ne jussunk ilyen állapotba. Természetesen a megelőzés mindennél fontosabb. Például ugye szoktuk mondani, a sport, a mozgás az életünk nagyon, nagyon fontos részek elő legyen, és gondolom ez ügyben is fontos erről beszélni. Kérem szépen, doktor, doktor is lehetne tulajdonképpen, mindenki doktor, de Kis Norbert, aki a sport és ifjúságért felelős államtitkár helyettes urat, aki régi kedves ismerősünk. Köszönöm szépen az igazgatónak, hogy két fiatal színész ezt is idehozott önmaga a fiatalságával együtt, hiszen az ifjúság is hozzánk tartozik. És köszönöm ismét, hogy új arcokat látok itt az érdeklődők között, ez az, hogy az egyetemisták is itt vannak. És köszönöm Zsuzsának, hogy én is itt lehetek. A legfontosabb, amit szeretnék mondani, valóban a prevenció, ugyanezt az imént említetted. Most éppen egy hosszú repülőút után vagyok, és egy professzorral beszélgetettem az egész út alatt, aki több olyan tényről beszélt nekem a japán vizsgálatokról és amerikai vizsgálatokról, ami segíti ezt a munkát. Többek között ugye az egészséges étkezés, amit ilyen szép kimondani, meg azt mondják, hogy már megint azt mondják, hogy egészséges étkezés, de bizony a japánoknál nem hiába van 40 ezer 100 év feletti ember, ők pontosan tudják, hogy mik azok, amik fontosak. Emellett a sportnak a fontosságát is már-már lejáratott módon hangoztatják sokszor, és én azt kell, hogy mondjam, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése és az, hogy vállaltuk azt a politikai rizikót, hogy ezért majd minket különböző úton, módon még akár a parlamentben is támadnak, hogy nincs megfelelő infrastruktúra, stb. Mi vállaltuk azt, hiszen mi szeretnénk segíteni azoknak, akik egészségesen szeretnének élni, a gyerekeket rá szeretnénk nevelni arra, hogy valamiféle sportot minden nap végezzenek, hiszen a stroke megelőzésében én azt gondolom, hogy ha ezt a sportot megtartják életük során, akkor nagyban fog tudni segíteni a sport. A sport mellett még egy nagyon fontos, és talán kevesen beszélnek, viszont én azért egy emocionális ember is vagyok. A hit és erkőstan bevezetése is egyébként ezt segíti. Lehet, hogy ezt az összefüggést kevesen találják meg, hiszen egy kiegyensúlyozott lélek, egy kiegyensúlyozott belső lélek nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a stressz faktorok minél kisebbek legyenek. Azok az emberek, akik mondjuk szerzetesként egy eldugott helyen vannak, valószínűleg professzor erősítsen meg, vagy mondja azt, hogy nincs igazam, kevesebbszer kapnak sztrókot, mint azok, akik állandó stresszben élik az életüket. A fiatalokat rá kell nevelni arra, hogy a napi 3 óra Facebook helyett gyakorlatilag a sportot válasszák életük egy fontos területének. Szerintem a lányok sokkal jobban néznek ki, amikor az izomzatukon ez látszik. Szerintem a fiúk sokkal jobb illatúak akkor, amikor megizzadnak és utána lezuhanyoznak. És szerintem nagyon sok ilyen dolgot tudnék még mondani, ami egy kicsit érdekessé tenné az én mondandómat, de a legfontosabb az, hogy a sporttal, a hitélettel, tehát a belső léleknek a rendbetételével megelőzhetünk egy csomó minden olyan dolgot, amit itt aztán később kezelni kell. Én erre tettem föl egyébként is az életemet. Ez a két dolog az, ami engem az életben nagyon közel visz a Jóisten. Ez az egyik az, hogy az embereknek a fizikumát tegyük rendbe, a másik pedig, hogy a lelkükkel is foglalkozunk, és ezt merjük kimondani politikusként is, hogy kevésbé érdekel a siker, mint az embereknek a testi és lelki harmóniája, és harmadikként oda tenném a szellemit, de az egy hosszú beszélgetés része, úgyhogy inkább továbbadom a mikrofont. Köszönöm. Norbi, köszönöm szépen, gondolkodva jöttél. Mindig is gondoltam, vagy sejtettem, hogy szerzetesnek kéne mennem, hogy végleg egészséges maradhassak életem végéig. De nem olyan könnyű, várjál. Most már azért késtem, ára is elkéstem, jó, mindegy. Nem késtél, sosem késő. Ferenc pápahoz közvetlen vonalam van, tehát ha tudok segíteni, akkor bátran, de gyere hozzám, de négy szem közt. De én szeretek beszélgetni, és azt nehezen lehet megoldani, ugye, hát szerzetesként mégiscsak magányosság. Ez egy tévhit. Gondolod? Ja, ne, ja, a remetével keverem most. Remetének. A beszélgetés a Jóisten is egyfajta beszélgetés. Igen, ez igaz, ezt gyakorlom. Nagyon szépen köszönöm. Vettem a provokációt, köszönöm.
A főváros kormányhivatala egészségfejlesztési főosztályvezetője, dr. Szűcs Erzsébet, köszöntjük őt is szeretettel. Nyilván ugye beszélgethetünk szakmai kampányokról, meg laikus kampányokról. A laikus kampány, megtudtam, ugye az a, itt a szónak az az értelmében szerepel, hogy az embereknek szól, a közönségnek szól. Mennyire tudják ezeket a kampányokat hatékonyan működtetni? Mi nagyon igyekszünk, hogy minden kampány az legyen, akár a mi szervezésünk, akár másé. A legfontosabbnak idén azt a célt tűztük ki, hogy ne csak a lakossághoz jussunk el, hanem a fiatalokhoz is. Mert úgy gondoljuk, hogy ha fiatalabb korban szembesülnek azzal, hogy milyen rossz a mi országunk lakosságának a statisztikája, nem a számokat kell, hogy tudják, hanem tudják azt, hogy közel fele az elhunytaknak szívérendszeri betegségben hunyt el, és ezért oda kell figyelni minden napjaikra, és ha minél előbb kezdjük ezt, csatlakoznék a helyettes államtitkár úrhoz, tehát a mindennapos mozgás, a helyes táplálkozás, nagyon fontosnak tartjuk mi is a stresszkezelést, ez nyilván már a felnőttebb korosztályra kell, hogy kiterjedjen, de az iskolai programjainkba beépítettük, eddig is volt a szívérendszeri programunk, de beépítettük a stroke-nak a tüneteit, az odafigyelést, az, ha a családba bárki, tehát, hogy egymásra is jobban figyeljenek, és bármilyen tünetet észlelnek, akkor rögtön tudják, hogy a mentőket kell hívni, és nem várakozni, és nem egyéb. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezek a programok, részt vettünk ugye ugyanebben a szervezésben, a Városligetben, és az a tapasztalatom, több mint 10 éve dolgozok prevenciós területen, hogy az embereknek arra van szükségük, hogy odafigyeljenek rájuk. Tehát az orvosi rendelőben a 3-5 perc alatt nem tudja elmondani a problémáját, viszont egy beszélgetés, és hiába sorba kellett állni a Városligetben is, de nagyon hasznos volt, mert legalább 5-8-10 percet tudtam egy-egy kérdezővel beszélgetni. Nagyon szépen köszönjük. Hát mindenképpen tiszteletre méltó dolog, hogyha egy gyógyszergyártó cég áll teljes mellszélességgel egy ilyen kampány mellé, ahogy azt egyébként a Böhringer Ingelheim tette, úgyhogy dr. Zalai Gábor igazgató urat kérem szépen, hogy mondja nekünk a döntés okát. Köszönöm szépen. A Böhringer Ingelheim egy kutatásorientált gyógyszergyártó vállalat, német 125 éves múlttal rendelkező cég, innovatív új készítményeket forgalmazunk. Berezki professzor úrral ez az együttműködésünk 5 évre nyúl vissza, 5 éve támogatjuk ezt a kampányt, és amikor ezt mondom, akkor köszönetet kell mondanom neki is, és példaként kell felmutatnom ezt a terápiás területet arra, hogy az együttműködés milyen fontos. Nagyon-nagyon kiemelendő, hogy ez az a terület, ahol az egészségügyi államtitkárság, az OEP, a szakmai társaságok is egy elég komoly társadalmi támogatottság van. És ez ritkaság, ez példaként emelendő ki, mindenhol ilyen együttműködés kellene az egészségügy területén, hiszen ezért vannak itt ezen a területen jobb eredmények, és ezért van egyre javuló eredmény. Hogy miért támogatja a Böhringer Ingelheim ezt a kampányt? Azon gyógyszergyártók közé tartozunk, vagy azon gyógyszergyártó vagyunk, akinek a legszélesebb a palettája a stroke megelőzése, a stroke akut kezelése és az ellátása területén. A vérnyomás csökkentéstől kezdve a diabétesz, a pitvarfibrillációnak a preventív megelőzése, ezek mind összefüggésben vannak a stroke-kal, és mi a teljes vertikumban gyártunk gyógyszereket. Korszerű innovatív készítményeket forgalmazunk, de hát nem elég egy korszerű készítmény, amit a tudósok kifejlesztenek és kutatnak. Önmagában a termék az semmi. Az attól válik egy használható gyógyszerré, hogy a megfelelő információval eljut a felhasználónak, és a betegek, a hozzátartozók is tudják, hogy mit kell tenni. Tehát a feladat az teljesen világos, amellett, hogy kutatunk, fejlesztünk és forgalmazunk ilyen gyógyszereket, az információt is el kell juttatni, és ennek a kampánynak pontosan ez a célja. Minden perc számít, ne késlekedj. Ezt mindenkinek kell tudni a társadalom teljes vertikumában, hiszen akkor tudjuk kihasználni a készítményünkben, az egészségügyben rejlő lehetőségeket, akkor tudjuk elérni azt, hogy a különböző mutatók valójában javuljanak, és hát úgy hallottuk ezeket a drámai számokat. Bármennyire is jó az együttműködésünk, bőven van mit csinálni. És hát az a megelőzés fontossága az egy külön-külön téma, ott is sokat kell még fejlődnünk, de hiszem, hogy ez menni fog, és jó eredmények születnek. Nagyon szépen köszönöm. Nyilván, hogyha ugye ti remek művészek is vagytok, és amellett pedig csodálatos szülő, gondolom. Ha az ember szülő, nyilván egészen másképpen gondolkodik a saját egészségéről, nem? Igen. Mielőtt nem voltak gyermekeim, azelőtt én úgy érzem,
akkor inkább csatlakoznék hozzád, vagy csatlakoztam volna hozzád, hogy túl sokat foglalkoztam magammal, és már-már a hipohondria határait súroltam. Jó az. De ahogy megszülettek a gyerekeim, ez teljesen elmúlt, és úgymond teljesen normális szülővé váltam. És valóban nagyon-nagyon fontos az egészséges életmód, és így próbálunk élni a kis családommal együtt. Tehát az a gyereknek nevelésében is gondolok. Hát hogy mondjuk ne, a gyereknek mondjuk más a szülővizsgálatok szerepe, mert mondjuk nem is tudom, egyáltalán ott van a fogorvos, meg igazából nincsenek nagyon. De mit lehet tenni szülőként, hogy azért ezt fontosnak érezzük? Szülőként itt végül is minden elhangzott már, és én is ezt követem, hogy nagyon fontos a testmozgás, mindenki sportol a családban. Nagyon fontos elsősorban a példamutatás, én úgy gondolom. Tehát amit a gyermekeim látnak otthon, azt követik. Én rendszeresen sportolok, a férjem rendszeresen sportol. Nagyon odafigyelünk az étkezésre például, és erre neveljük a gyerekeket. És a kisebbik fiam küzd egy pár plusz kilóval, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az iskolában a múltkor megkínálták egy nápolyival, és ő azt bírta mondani, hogy köszöni szépen, ő diétázik, és nem kér cukros nápolyit. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá is, meg magunkra is. Ez a legnagyobb siker, azt hiszem. Attila drága, gondolom csatlakozol az előtted szólóhoz, de hát ha azért nálatok... Mindenben igazat adok neki. Hát igen, nálunk is ugye, két lányom van, mind a kettő sportol, nem lehet elég korán kezdeni, hát 3-4 éves korukban kezdték anyukájuk után egy tánc, ritmikus gimnasztika. Én ezzel nem próbálkoztam soha életemben, de aktívan sportoltam fiatalkoromban. Hát nagyon könnyű azt mondani, hogy változtassunk az életünkön, és stresszmentes élet. Amikor elmondom, hogy ugye énekelek néhány színházban, elég sok fellépésem is van. Most éppen a Mamma Mia című szuperprodukció meghallgatására készülök, tehát azt is... Igen, tehát semmiféle stressz, ezen kívül van egy alkuscégem is, és befektetésekkel is foglalkozom. Tehát gyakorlatilag három szakmát kéne üznöm 100%-kal, emellett kéne még sportolnom és a családomra is figyelni. Tehát én vagyok a rossz példa. Senkinek nem ajánlom, hogy ennyit dolgozzon. Tehát nekem a legtöbb hetem az 7 nap munkából áll, mert ugye hétközben vagy színház, vagy fellépés, és az alkuszkodás, és megyek befektetéseket kötni. És hétvégén meg megyek énekelni. Tehát biztos, hogy nem szabadna így élni. Ezt példázza a 7,6-os vércukrom és a 140-es vérnyomásom is. Tehát ez ma reggel derült ki? Ez most derült ki a szűrővizsgálaton? Hát nem. Mondjuk, mikor kivették az epémet 2006-ban, és epe köveim voltak, ugye hát ez az étkezés, hogy ne együnk zsírt, de hát ez genetikai volt, mert anyukámnak is volt két köve. Tehát mikor kivették epeműtét előtt, amikor az ember hullaideges, akkor mértek 110/75-öt. Tehát hogy ahhoz képest azért tényleg ez, hogy el kell tartani egy családot, a jövő, minden, miközben égettem három végéről a gyertyát. Úgyhogy azért mondom, hogy antipélda vagyok, mert nem így kéne élni, hanem azt kéne csinálni, hogy én énekelek, mint a havonta 6-7-et, és abból olyan szinten élni, hogy ne kelljen mást elvállalni. Hát ez Magyarországon ugye elég nehéz, de reméljük, hogy majd sikerül. Esetleg, mikor Fonyó Barbi lesz a feleségem, és együtt járunk majd fellépni. Ez a megoldás, ez is. És nagyon fontos nekem is, igen, a picit magas vércukrom miatt az, hogy mit eszem, tehát szénhidrátot azért... Látjuk, hogy mi van ide kitéve, tehát ez nekem a tiltott gyümölcs. Szénhidrátot egy picit megvonom, és igyekszem, de a feleségem nagyon szépen karban tartja, hogy 5-ször étkezzek egy nap, és lehetőleg zsírmentes és szénhidrátmentes ételeket. Úgyhogy én érintett vagyok, biztos azért is gondolt rám igazgató, hogy jöjjek, mert hogy a 40 felett a férfiak... Gondolom, én még nem vagyok. Te még nem vagy, azért csak hogy figyelj. Hát, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg elmenjünk szűrésekre, és nekem szerencsére kiderült, de nagyon sok ismerősöm van, akinek megvélem csak úgy áthok a vércukrát, és akkor jé, 8-2, meg mikor ettél utoljára? Hát 5 órája. És tudod, hogy magas a cukrod? Nem. Tehát szerintem milliók élnek még az országban, úgyhogy fogalmuk sincs, hogy magas a cukruk és a koleszterin szintjük. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy legalább évente egyszer mindenki szűrje magát. Hát ezt csak csatlakozni tudunk. És a sport. De egyébként Attilám drága, hogyha te egy rossz példának tartod magad, akkor most egy jó példával szeretném, hogyha folytatnánk. Úgyhogy adom a mikrofont szépen Szirtes Tamás direktor úrnak. Ta-ta-ta-ta.
Úgyhogy azt gondolom egyébként tanárról, hogy a színidirektorok élete, hát tulajdonképpen nyilván maga a nyugalom, tehát a harmónia, a boldogság, békesség, kiegyensúlyozottságban létezik egyáltalán a stresszfaktor? Az igazgatás az teljesen nyugalmas, abban semmi nem történik. Reggel korán bejövünk, elkezdünk kacagni, és gyakorlatilag ez délután 5-6-ig tart. Egyébként nagyon nagy hatással van rám az, amit itt mind ma hallottunk. Egyrészt nagyszerű dramaturgiai gondolat volt az Attilát meghívni, mert a jó dramaturgia az mindig kontrasztos. Mert azt gondolnánk, hogy minden olyan sima, akkor aztán egyszer csak jön valami komoly ellenpélda. Viccen kívül én nagyon szeretném megköszönni azt, hogy annak ellenére, hogy mi vagyunk a házigazdái, most ennek a rendezvénynek, hogy itt lehetek, mert ennyi elkötelezett és a dologgal komolyan foglalkozó urat és hölgyet hallani, ez egy rendkívül megnyugtató dolog. Hát megnyugtató dolog, hogy ne kerüljön soha rá helyzet, de ha igen, de ha van ilyen, akkor jó kezekben vagyunk, akkor vannak, akik ezzel igazán komolyan foglalkoztak, van hova fordulni. Az ember elemi félelme mindig az, hogy ha baj van, akkor nincs mit csinálni, akkor vagy ahova kerül, akkor az nem jó. De ezért ez számomra a délelőtt katarzisa az, hogy van egy ilyen rendkívül hatásos kommunikáció, ami ha így történt, akkor igazán kevés hatásosabb kommunikációra hallottam. És az, hogy itt ilyen mérvű elkötelezettség van. A színház az arra való, hogy az embereknek segítsen élni. És pontosan azért, hogy az élet örömből álljon, és élményből, és vágyból, és szerelemből, és csupa, és fényes dolgokból, azért kell ezt a közhelyet unosuntalan ismételni, hogy nincs nagyobb érték, mint az egészség. Nagyon banális, és nagyon közhelyszerű, de amikor az ember közel kerül hozzá valami problémához, akkor tudja, hogy mennyire igaz. Úgyhogy nagyon örülök, hogy nálunk voltak, és bármikor nagy szeretettel látjuk Önöket, és igazán ahhoz képest, hogy egy nagyon komoly dologról van szó, nagyon jó híreket hallottunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, tanár úr. Hát nyilván, amikor azt mondta, hogy szeretettel látjuk a vendégeket, akkor nem szűrővizsgálatokra gondolt, de ma egyébként ezt is lehet a Madár Színházban elvégeztetni. Hölgyeim és uraim, egyrészt köszönöm szépen mindenkinek megtisztelt a jelenlétével. Esetleg van-e kérdés ilyenkor a sajtótájékoztatóknak, ez a bizonyos forradalmi pillanata, a kérdések özene, vagy pedig egyetlen kérdésem, ez a két szélsőség. Van esetleg kérdés valamelyik vendégünkhöz? De ha most nincs, akkor lehet egy picit később, hiszen én gondolom, egy pár percig maradnak velünk még. És mindenkit meghívok szeretettel itt kint az előcsarnokban. Attiláék már voltak Barbarával. Ugye milyen vizsgálatok vannak? Vérnyomásmérés? Vércukor? Ja, az nagyon fontos, a nyaki, azt meg kell nézetnem. Igen, parancsolsz? Mikrofon, igen. Szabad nekem is kérdezni? Szeretném mindenkit belevéve megkérdezni, hogy ki sportol egy héten 3-szor. Azt tegye fel a kezét. Ennyien? Na ne! Ugye ezt... kétszer? Hát a tánc a sportnak számít. Jó. Na, az rapszodikus. Igen, annak. Hát ez az. Egyszer? Hát oké, és egyszer sem. Azt is nyugodtan be lehet vallani, mert nem azért vagyunk itt. Nem. Ilyen értelemben nem. Ha nem tudom, a púzusod mennyiszer megy föl 120 fölé. Póker, hát, hogy hallottuk, fölmegy neki. Ha fölmegy, akkor igen. Na most... Ezt a kérdést már nagyon sokszor feltettük, és ez megint csak unalmas lehetne. A kérdésem az volna most, hogy egy héten ki az a, tegye fel az a kezét, aki egy héten 3-szor körülbelül fél órát csendben van egyedül. Hát éjjel mindenképpen. Nem, de hát úgy, hogy gondol, tehát nem éjjel, hanem hogy azon, igen, szándékosan igen. Azt mondja, hogy csendben egyedül szeretne maga lenni. Ez már szerintem jóval kevesebb. Kétszer van egy héten fél óra. És egyszer, és van-e úgy, hogy nincs teljes, tehát vezetőknél sajnos ez előfordul. Tehát én ezt csak azért akartam mondani, mert amit én az előbb elmondtam, én ezt nagyon komolyan gondolom, hogy az embernek a belső harmónia elérése, vagy a lelkének a kezelése, az legalább olyan fontos, mint a fizikai egészség, és a táncra térjünk vissza, mert itt nagyon jók vagytok, fantasztikusan jó táncosok. Ez a professzor úr nekem elmondta, hogy egészen meglepő adatok jöttek ki fizikai aktivitás terén a táncosokból. Tehát azt gondolná az ember, legyen az egyébként néptánc, vagy klasszikus tánc, vagy ezek a dél-amerikai táncok, hogy fizikai aktivitás terén a tánc, az sok esetben felveszi a versenyt még a labdarúgással is. Itt egy kicsit meglepődtetek, hát egy most kicsit úgy látom. Nem baj, Pali, van még jövőnk.
Jó, úgyhogy én csak ezt szerettem volna. Ez egy volna, fontos nincsen... statisztika volt, köszönjük szépen, Norbi, ez azt gondolom érdekes volt. Nem gondoltam, hogy ennyien sportolnak hetente háromszor, azért ez nagyon nagy dolog. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm még egyszer mindenkinek, tehát ha nincs kérdés, akkor köszönjük szépen. Ezek szerint találkozunk a kampány folytatásában valamikor egy pár hónap múlva, és most pedig, ha kedvetek van, egyrészt itt vannak a remek süteményeink, üdítőink, kávéink és a szűrővizsgálatok. Mindenkinek jó egészséget kívánok, hogy tanár úr is elmondta, annál nincs fontosabb. Köszönöm szépen, viszontlátásra.